Dr. Martin Q. Károly, nyugalmazott rendőr alezredesnek mindezidáig 14 könyve jelent meg, melyekben a rendőrség munkáját tárja az olvasók elé. Sátoraljóújhelybe a Kékfényű Glória című kötet bemutatójával érkezett, melyben olyan gyerekek megmentéséről ír, akik a rendőrség által irányított akcióknak vagy egyes rendőröknek köszönhetik, hogy életben maradtak. Ezen könyv megszületésének alapötlete így született, mondta el a könyv szerzője. 1980-ban egy iskolai kiránduláson egy 6 éves debil, tehát egy erősen korlátozott szellemi, kis fogyatékossága rendelkező kislány eltűnik a tanárnője mellől gombaszedés közben való makkos hogyka környéken. Megindul a kutatás. Több százan kutatják. Erdészek, határőrök, rendőrök, és a falu népe, apra nagyja. Nem találják a gyereket. Elérkezik a harmadik nap, amikor már az akciót elvileg le kellene fújni, mert teljesen világos, hogy a gyerek már vagy megfagyott, vagy éhen halt, vagy éppen a vadak kezdték ki. Az akció lefújását követően már csak 3 nyomozó folytatta a kutatást. Szél Lajos és Kovács Károly sátoraljóújhelyi nyomozók, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányságról Király András őrnagy. Ezek elindulnak, és az 5. nap már, szóval nincs remény. És akkor a Kovács Károly egy ilyen kis talp benyomatot, cipőtalp benyomatot vél felfedezni az erdőben, mint erdész. Ő nem erdész, elmegy mellette. És akkor egy gyertyányfa ágacskát letör, oda helyezi a benyomat mellé, kis rovátkákkal, mi a szélesség, hosszúság, meg van győződve, hogy ez a gyereknek a cipőtalpától ered. És akkor még mennek, még találnak egy-két ilyen nyomot, majd hirtelen egy olyan sírás hallatszik, amit állítólag a megsebzett fiatal őzike hallat, mint a gyerek sírás. És akkor utána már csak, mint tudom, 1-2 óra, és megtalálják a 5. nap végén a kislányt. Szél Lajos, aki ma már nyugállományú rendőr alezredes, így emlékszik vissza a 30 évvel ezelőtt történt esetre. Több nap után, az 5. napon egy olyan gyermeket találtunk, egy 6 éves gyermeket, aki alapvetően hétfőn délután szürketkor tűnt el, és pénteken dél körül találtuk meg az erdőben Makosotyka és Kamloska közötti erdős részen. Ez az igazi jó érzés, hogy egy ilyen elesett gyermeket alapvetően megtaláltunk is élve, és aránylag egészségesen. Dr. Martin Q. Károly Kékfényű Glória című könyvében ezen eset mellett számos történet olvasható, mely a gyermekek sikeres megmentését mutatja be.